Chat. Chat, show me chat. Meg kell nyitnom még, gyap-gyap, vagy leütöttétek? Nem ütöttétek le. Nekem kell leütni? Mi a fasz? F... Még nem is végeztetek. Hát a poszt. Ja, a stream után. Jó, 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 oké. Oké, oké, oké. Esetleg pihe, ha gondolod, mondjuk most nem. Mit szólnánk hozzá, hogyha most esetleg inkább streamelnék, és megnéznénk a Zeldát? Itt csak egy felvetés. Na, halló, halló, a hír igaz. Országszerte a hír igaz, srácok, nem érkeztek meg a Zeldák. Malőr, nem malőr, kicsivel később lett föladva mindenkinek a játék, mint kellett volna. Mindegy. Előfordul, én beszéltem egyébként a Nintendo sráccal, akivel szoktuk ezt az egészet intézni, és az a probléma, hogy szerdán lett feladva. Szerda este, és a csomagkövetés alapján még nincs is Magyarországon. Amúgy lehet, hogy már Magyarországon van, csak még a Magyar Posta nem dolgozta föl. Na mindegy, a lényeg az, hogy ma senkinek nem lett kiküldve Zelda, akinél láttátok, hogy játszik, az nyilván megvette. Ennyi. Nincsen nagyon mit szépíteni ezen. Én is így tettem, amikor láttam, hogy nem lesz se ugye konzol, se játék, akkor úgy voltam vele, hogy már a menetrendben van tervezve, ráadásul ma egész streamen Zelda, hiszen megjelenés napja van, szombaton Void Trainezni fogunk pihével kópba, és vasárnap meg egész nap Zelda lesz. Tehát így a Zelda utáni vágyat ki lehet élni. Fölkelünk, azt nyomjuk, ameddig el nem alszunk kategória, úgyhogy éppen ezért én mondtam, hogy ezt viszont most megveszem pluszba. Azon még agyalok, meg azt megkérdezem majd, hogy mit lehet csinálni viszont azzal, amit kapok. Majd kiderül. Úgyhogy elméletileg jövő héten hétfő kett környékén várható, én inkább azt mondanám, hogy kett szerda, de majd meglátjuk. Úgyhogy, miről maradtam le? Most semmiről, hál' Istennek. Na, így jó kezdeni streamet, hogy nem maradok le semmiről. Hát ez egyébként megint bazi hangos lesz. Csak az a baj, hogy ezt nem is nagyon tudom én ezt így lejjebb némítani. Mondjuk így, igen. De ez az a durva, hogy ez csak az én fülembe. Ez rajtatok nem segít, srácok. Tehát nektek ez ugyanolyan kibaszott hangos lesz. Na mindegy. Szóval Zelda. Max, arról maradtál le, hogy megittam másfél liter szangriát. Másfél liter szangriát? Te jó ég! Te jószagú úristen! Nagyon aranyos volt egyébként, hogyha megnézitek például Kis Iminek a streamjét. Beszéltünk a stream előtt. Mondta, hogy nyilván ő se kapta meg az ő példányát. Mondtam, hogy semmi baj, Imikém, lőjél föl egy streamet, streameljél bármit, csak a címbe írd bele, hogy hozzám jöjjenek a nézők. Ide iratkozzanak föl, stb. Stb. Mondom, hogyha akarsz kicsit polgárpukkasztót, akkor mondjuk írd be a címbe azt, hogy Avid ellopta a Zeldámat. Vagy Avid lenyúlta a Zeldát. Vagy hiba miatt nem nekem, hanem Avidnak küldték ki a kódot. Vagy valami. Persze, hogy beleírtad, megbeszéltük stream előtt. Úgyhogy, ja, ez megvolt. Itt kell kattinta, azt a kurva életbe, de hangos lesz. Au, én ezt nem is akarom nyomkodni, inkább indítsd el. Jó.
Rendes volt, még a kezdést is odaírta. Egy aranyember az Imi, majd lehet, hogy lesz vele közös videóm, srácok, tudjátok, ő szokott csinálni ilyen podcast dolgokat, aztán már párszor találkoztunk, és mindig csak beszéltünk róla, hogy valamikor le kéne együtt ülni, csináljunk egy ilyet, de azóta nem került rá sor. Na de, amire viszont most sor kerül, bezeldázunk, jó? Ugye a legutóbbi alkalommal a sima Zeldával játszottunk, nyomtunk egy speedrunt, megöltük az endboss-t, a középső részt azt kihagytuk, így a középső üszkve 60-80 száz órát, elindítottam, megnéztem, mik a mechanikák, oda mentem, azt megöltem a boss-t. Ennyi. Úgyhogy most nézzük meg, hogy mennyivel gyorsabban tudom megcsinálni az új Zeldát. Au! Ez fáj. De tudod mit? Én lehalkítom a fülembe, süketüljetek csak meg ti. Nintendo present. Fú, de drámai az indulás! The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. A olimpiai láng! Totyogjá, barátom. Remélem, azzal a fancy karddal fogok kezdeni. This strange gloom keeps getting thicker. Ja, persze, az új Zelda. We've been descending for a while now. These tunnels are deeper than I thought. What could be down here? Tudom, hogy hangos. Egyelőre nem tudom még, hogy ezt hogy fogjuk megoldani. Zelda, princess! Na! Mi az a HP? Bocs! Remélhetőleg most már jobb lesz nektek is. Ha de mi az a HP mennyiség? Hogy jó? Beszélgessünk, gyere. Fogadás, hogy meddig tart nullára levinni ezt a HP-t. People have been falling Csak én halkultam le? After coming into contact with the gloom drifting through these caverns. Though here it seems almost misty and not concentrated. Ezt megint ilyen érdekesbe oldjuk meg, hogy OBS-be csökkentem. With it coming up from beneath Hyrule Castle. We do not know what waits below, so we need to be ready for anything. But I know we'll be okay with you, Link. Csak te lettél halkabb, ami amúgy nem baj. Persze, figyelj, tehát hogy értsd, azért nekem rohadt hangos a játék, mert ti tehát amit ti hallotok, az átmegy egy szűrőn. Tehát ott van kompresszió. Az én fülemben nincs, az én fülemben a tiszta és őrületesen hangos, egyszerű Nintendo játék forrás hang jön, ami az előbb majdnem átszakította a dobhártyámat. Úgyhogy mindig azt kell megoldanom, hogy nektek se legyen durva, és én se süketüljek meg. Világít a kardom, orkok vannak a közelbe. Ja, ez nem az a játék, várjál. A fülesemen van, csak akkor olyat is halkabban hallok, tyap-tyap, amit nem szeretnék halkabban hallani. Hol van az a német Pepe? Világít a kardom, nők vannak a közelbe. Ott a Pepe.
I knew we had reasons for concern. Azt miért nem lehet egyébként? Most már megszűnt az, hogy ő beszélget velünk? Az előbb még volt valami voice acting-szerűség. Most elfelejtett beszélni? Ah! Oké. Óvatosnak kell lennünk, ha mélyebbre hatolunk. Ez egy ilyen általános szabály, amit érdemes megjegyezni, a való életben is nagyon jó. Nekem nagyon tetszik az a HP mennyiség, tehát hogy én borzalmasan szeretném azt, hogy az ne tűnjön el. Nekem ez még mindig hangos. Nektek meg mindegy. Na gyere, járj, mert nem látok. Examine. Look here! Na nézzük, mi van. Úristen. Ruins from an ancient civilization. Oké, egy pillanat. 70 dodóért én még énekelnék is. Igen. Na most az van, srácok. Játékon belüli beállításokban nincsen-e hangerő? Nincs. Egyelőre még menüm sincsen. Mintha kicsit hosszabb lenne. Igen, az az igazság, hogy ez nekem azért nem tűnt föl, Bernardo, mert én már megszoktam, hogy a vége mindig lelóg és így karcolja a földet. Sokszor kis sipkát szoktam rárakni, hogy ne sérüljön. Na. Invert, camera sensitivity, aim with motion controls, azonnal disable. Swap jump controls. Na, az jó lenne. Assign jump to B and dash and other actions to X. Jó. Én jobban szeretnék egyébként a B-vel ugrani, igen. Lock minimap to north. Az most egyelőre mindegy. Hard mode normál vagy pro? Minimal information displayed. Ja. Message window transparency. Voice language English. Na, hát ennyi volt a beállítás. Igen. Speciális controls. Oké. Ettől nem lettem okosabb. De mentek egyet. Voice Japanese. Igen, azt mindenképpen. Ah! Azonnal egy selfie. Figyeljed, hogy előkapta a telefonját? Csak azért a pincében kezdődik, hogy ne lássuk, hogy milyen szép a világ? Lehet. Fú, közben néztem olyan... olyan képeket, amit hiszem Krappa mesélte, hogy... ugye, amikor kicsit belenyúltak a játékba, és tudjátok, elkezdték emulátor, meg mod, meg mindenféle móka, és kikapcsolták az ilyen dolgokat, hogy mennyire lehessen messzire látni, meg stb. Hát azért 4K-ba a Zeldának az open world mapját, amikor elkezdett körbenézni, az elég brutál. Bárcsak ez lenne a izén is, a Switch-en is. Ez a japán, lehetett volna? Nem akarom átállítani a nyelvet. Majd a Switch Pro-n. Hát, jó lenne. Jó lenne. Igazából az a helyzet, hogy sok olyan megoldást látni azért, amik már ilyen handheld konzolok, és brutális dolgokat tudnak velük művelni. Akár a Logitechnek a Cloudja, a Steam Deck. Mi volt, amit Pistiék néztek? Most a ROG-nak is van valamilyen. Igen, az Asus. Asusnak is van valami. Szóval elég kemény dolgokat lehet már ezekből kihozni. Na, jó napot! Hát igen, hercegnő, ennyire jó vagyok. You're not hurt. Are you, Link? Én nem fogok hozzád szólni egész játék alatt.
Ez ennyivel elintéztem? Kérdezett valamit, és mélyen a szemébe néztem. Look at these mirrors. The written histories of the royal family include stories of a great war fought long ago. It was a conflict between allied tribes and someone only ever referred to as the Demon King. 400 000, azt túlzásnak tartom. Szerintem ezek a handheld dolgok, ezek ilyen 200-250 000-be max megállnak azért, nem? A Switch OLED az is valami 150-180 között mozog. This is similar to the statues we saw earlier, Azonai. And these figures look like Hylians. Look like Hylians? This suggests that the Zonai descended from the heavens. A néha nincsen, meg van voice acting, az a cutscene-eknél van voice acting. Amikor már játszol és beszélgetsz, akkor nincs. These murals tell a similar story, and if they are accurate, igen, a Zeldás Switch, OLED Switch ilyen 150-160 körül van, ahogy láttam. Kingdom of Hyrule. Ott van, The Kingdom of Hyrule. Oké, historikusan lehetett tudni, srácok, hogy hol vagyunk az egyhez képest. This all aligns with what I've read during my studies. And then this, it shows the Demon King. A démon király. And a fierce battle against him. If the creature depicted here really does represent the Demon King, then... Értem, épp most öltem meg az end boss-t, és a kastély alatt vagyunk. Oké, értem. Bocs, lehet, hogy nem figyeltem. This is the imprisoning war, and the events that led up to it. Link! This is a huge discovery! Nem is emlékeztem, hogy ilyen sok HP-val jöttem be az endbossra. Nézd meg, neki is egy izéje van, switch-e van. Lesz fotózkodós feladat. Szia, Imi. Igen, a lány nagyon lelkes. Maybe we'll find more answers farther ahead. Link, let's keep moving deeper. Mondjuk az azért kemény, hogyha ezt a verziót úgy kezded már, hogy ennyi HP-d van. Mondjuk, igen, gondolom akkor nem egyet fognak sebezni a dolgok. Bár menő lenne. Amúgy mennyire vagyok szabad szerintetek? Most még egyelőre gondolom sem ennyire. Termékelhelyezés van a játék elején. Hát végül is. Ők mondjuk pont megtehetik. De miért nem szállt el az egész gonoszság, hogyha megöltük a főbosszt? Azt figyeld, mennyi staminám van! Aha. Let's continue, Link, but we must be extremely careful. Ok. Igen, ebből látszik, hogy kimaxoltam az első részt. Na, ez egy picit Elden Ringes, nem?
Amúgy olyan statisztikákat lehetett látni, srácok, a játékról, mármint így értékelés szinten, mint hogyha már most kiosztották volna az évjátékát. Ez olyan magas értékeléseket kapott mindenhol, hogy kegyetlen. Ajaj. Na, kellett neked hozzányúlni, csaje. Ennyit azt hiszem a HP-ról. Link. Was that the sword that seals the darkness? The blade that shatters. Viszonylag gyors nerf érkezett, igen. Ajaj. Azt hagyján, de megégette a kezemet. Aha, már csak az lenne a kérdés, hogy mitől kelt ő föl? Mert azt nem lehetne visszacsinálni? Az igen. Ah, kipumpálta magából, és... De nézzétek csak, megfertőzte az... Csaje. Megfertőzte az én karomat is. Nem csak megégett. Ó, de szép kép. Valahol ezt már láttam. Pont nem ért össze az ujjunk. Ó! A kéz, ami segítő kezet nyújtott. Egy kis szekirós is. Mind lesz itt minden. Tehát kiemelkedett az a kastély a földből. Kezeskedett értünk, igen. Jó, hát ennyit a sok HP-ról, igen, tehát ez viszonylag hamar lekeverte a játék. Viszont tetszik, hogy ennyi cinematikkal indulunk. Hát a hercegnő az elszublimált, igen. Most itt van ez a kéz, ami megmentett minket. Ez vajon kinek a keze? Ó, ahogy látom, most már az enyém. Gondolom, ez az én kezem lett. Azért, ha ilyen lenne a kezed, sose kellene bekapcsolni a telefonodon a flashlightot este, amikor mész ki a budira. Milyen jó lenne egy tyük? Ó, azt figyeljétek! Továbbra sincsen mellbimbom, de most már tetoválva vagyok. Hallod? A badass Link elindult. Azt figyeld! Hoppári! Link, finally you wake. Beszél hozzá a kezem. Én is szoktam olyat. Mi van, hol? Down here. I've heard a great deal about you from Zelda. Your wounds were severe. I am relieved to see you escape death. Ha, nagyon komoly sérüléseket szenvedtem. Your arm, however, was beyond saving. I had to replace it, lest the injury endanger you further.
annyira sérült volt a karom, hogy ki kellett cserélnie, tehát nem tudta megmenteni. Amputálás és azonnali visszavarrás, vagy nem tudom mi volt. Ott a kard! Reméljük ez 6 ütés után eltörik. Adjad ide! Szerintem nem cserélte meg amúgy az ugrást, meg a izét. Ja, hát azt a... Jó van. Igen. Hát azzal a karddal sokra nem megyünk már. Decayed Master Sword. Azt mondja, the sword that seals the darkness, its sacred power has been diminished after being ravaged by the gloom beneath... Jó. Egyes damage-e van. Ezzel nem megyünk messzire? Oké, az attack az Y, yes. Azzal mind. Azzal mind én fogok támadni, figyeljé. Jó, ezzel fogok. Ott is van, a Hirx is játszik, figyeljed. Lebukott a Hirx. Jó, tehát ezzel fogok ugrani. Jó. Na, erre jó a kis bökő. Mennyi idő telt el, mert hogy hosszabb a haja? Amúgy jogos, amit mondasz, tényleg. Tiszta víz lettem valamitől, figyeld? Hogy izzadok? Amúgy mitől kezdtem el úgy izzadni? De nézd már meg! Megállok és izzadok. Az előbb sétáltam bele a vízbe, de hát az nem jön le rólam. Nézd meg! Ez nem lehet eldobni, tehát ez eldobhatatlan a kezemből. Na jó, csak úgy szólok, hogy én látom, hogy oda föl lehetne ugrani. De csak én gondolom azt? De hogy azok ott úgy platformok. Na mindegy, majd megtudjuk. Jump. Az igen. Nincs semmilyen képessége, most azt nyomkodtam végig, így a gombokat. Ezen tuti lehet mászni. Igen. Sziasztok, szép jó estét mindenkinek. Amúgy igazán adhattak volna egy olyan opciót is, hogy seggel ugrok bele a vízbe. Azt figyeld! Na, a leap of faith! Landing in water, even from a great height, will prevent you from taking fall damage. Oké, ezt fontos tudni, bármilyen magasról, ha vízbe ugrok, nem halok meg. Na, ott is van. Open. Open inventory. Equip. Jaj, de szép kis szoknyám lett. Egyelek meg. És milyen sarum van. Ázt a mindenit. Oké, nem csak a HP-mat, de a staminámat is elszívta az a csodálatos erő.
végül is az volt a mondás, hogy bármilyen magasról bele lehet ugrani a vízbe. Hű, ha így érkezel bele a vízbe, az nagyon-nagyon-nagyon fog fájni. Ott egy sárkány. Hű, figyelj, ez nagyon magas lesz. Én elképzelni nem tudom, hogy mit fogsz kapni akkor, hogyha így érkezel bele arccal a vízbe. De amúgy meg el kéne találni a vizet, igen. Az a sárkány, az nagyon komoly. Ott is van. Accelerate. Figyelj, hogyha ilyen magasból akár, hogy ugrasz bele, vagy esel bele a vízbe, az ugyan szinten fáj, hogy eszméletlen. Na, melyik gomb mit csinál? Ez volt a menü. Ez egészen más gomb. Nagyon jó. Nagyon jó, fütyülni már tudok. Egyelőre ennyi az összképességem. Nem fáj, mert simán meghalsz? Na hát, az meg a másik. Ott a fegyverem, azt figyeljétek. A bot! Kétszer olyan... Az megvan, hogy ez a bot kétszer olyan erős, mint az a legendás kard. Nem magasról ugrasz a vízbe, az a helyből kampó. Mondjuk ez is igaz, hogy akkor annyira nem fáj. Ó, hát az... Tehát akkor van olyan levélke, amelyiken nem is lehet sokáig ott maradni. Ott van egy sárkány fönn a levegőbe. Tiri-tiri. Link Grills. Ott van valami. Alma. Azt nem kéne. Várjál, fölvette ő. Az baj? Nincs mivel ütnöm! Aha, ez túl korai volt. De figyelj, ezt egyelőre nem sikerül eltalálnom, ezt a timingot. Na jó, figyelj, nekem viszont kell egy ágmora. Ott van. Aha, valamit dobott. Zonai charge. A material used as a power source for constructs and other devices. Its strange light seems to reveal potent energy inside. Soldier construct horn. A blade-like horn from a soldier construct, it's a sharp, handle it with care. Aha, tehát az nem fegyver, hanem valami egyéb. Kaptam almát tőle. Borzalmasan idiótának érzem magam, amikor ezekkel az ágakkal rohangálok, de hát egyelőre ez van. Ott van valami? Wooden stick. Na, és ez miben...
másabb, mint amúgy a nálam lévő wooden stick. Baj, ez inkább wooden swordnak kéne hívni, de ezen nem akadunk fenn. Na, let's go! Ott van még egy. És perizni továbbra is csak akkor lehet, ha van shieldem. No shield, no parry. Gomba. És most már rájöttünk, hogy nem szabad olyan nagyon sokszor megenni a nyers kaját, hanem érdemesebb lesz majd összefőzni valamivé. A wooden stick a legjobb fegyó? Amúgy jól néz ki. 4 damage-e van. Ez speedrun lesz? Nem, az előzőt speedrunoltuk, ezt nem fogom. Na, ez mi? Ha? Ja. Egy seprű. A levél nagyot csak? Na. Link, I have waited for you. Okay. Princess Zelda left something for you in my care. Oh, de mikor? Én magyarázok, ne nézz hülyén. Jó. Ja, igen, közben egy ilyen közérdekű információ, történt két kinevezés Discordon és Twitchen is. Kaf kapitányt üdvözölhetitek a csatorna moderátorai között, Discordon és Twitchen, Miucci pedig megnyerte magának Discordon az admin rangot. Ezzel minden előnyével és hátrányával. Purapad! Azt mondja, purapad! Tessék! Megkaptuk Princess Zeldának a mobiltelefonját. Nagyon jó. Remélhetőleg egy ilyen OnlyFans-es hozzáférő kód is van benne, meg egy-két malac fotó róla. De hát, ha nem, akkor mindegy. Mondjuk Zelda szerintem letörölte a képeket, amikor leesett. Lehet. Na de, tudunk vele fotózni. És akkor gondolom ez lesz. Find Princess Zelda. Na, látjátok, már meg is kell keresnünk őt. Jó. Goodbye. Na, nézzük csak. Tehát... Most már elérhetővé vált a micsoda. Ó, de jó. Várjál, az előzőben is lehetett így gyors hílelni? Na most berakhatom ide a dolgot. Charge, blade, gomba... A fölfele gombra rakhatok egyébként healt. Nem, meg nem halt. Fecó, köszönöm szépen a 48. hónapot, egy jó szag, úristen. Köszi szépen ezt a hosszú támogatást. Hogy került át oda a túloldalra már most? Az van valami balra. Ó, Zonai Charge. Ha, ezt találtam benne. Ott leugrani lehet. Érdekes egyébként, ezek között a platformok között nem is tudom, hogy fogunk majd közlekedni. Throw weapon. Jó, köszönöm szépen. És mi az a fánk a földön? Ez mi?
Yeah. Oh. Kaptunk még egy wooden sticket. Szia, Kiyoshi. Ez lesz vagy 200 óra? Figyeljetek! Most ezen a hétvégén meg lesz tolva az Zelda, mert ma belerakunk egy 4 órát, szerintem vasárnap belerakunk egy 12-t. Aztán utána nem tudom, utána majd jönnek másik játékok is, meg szerintem... Szerintem ezt nem szabad túltolni. Ez úgyis... Szerintem több száz óra egyébként ezzel játszani. Majd szépen lassan nyomjuk. Press and hold to lock on. Igen, ezt már egyébként megtanultam. Practice targeting. Nagyon jó, tehát nézd csak, itt olyan szépen targetellek téged. Már megy. Tread carefully around any soldier constructs you see. De ő miért barátságos? Az előző pedig miért támadt meg engem? There is a refresher on targeting in the system. Ja, értem. Avion, köszönöm a 7. hónapot. Köszi szépen a támogatást. Na jó. Van egy ilyen refresh targeting, azt mondta, ezt nézzük csak meg. Kamera, aim with motion, azt kiszedtem. Én nem látok itt ilyet. Én nem tudom, én azt sem tudom, hogy azok mik. És miért vagyok egyébként egy ilyen félmeztelen görög isten? Tread carefully around any soldier construct. Igen, soldier constructs are those of us given strict orders to protect this land. Őket azzal bízták meg, hogy megvédjék ezt a világot. A Zonai, aki őket kreálta, azt a feladatot adta nekik, hogy mindenkit megöljenek, aki át akar haladni. Ezért engem ugye pont ilyennek titulálnak, behatolónak, és ezért nagy fenyegetést jelentek rájuk, ugye? És meg akarnak ölni. It is crucial to maintain a proper distance and target your opponents. Swinging will not yield result. There is a refresher on that. But please do not actually attack. Na jó. Mit látunk? Azt látjuk, hogy arra fele világít a dolog. Hát akkor figyelj, én leugrok. Ha nem... Úgyhogy van benne egy bika. De cuki, láttátok, hogy beleugrott a vízbe a levérről. Na, ezt így mondjuk most azonnal kapcsoljuk, jó? Turn off all notifications. Köszönöm szépen. Annál vigyázni kell, mert annál kard van. Ez nem jó. Aha, jól, oké. Na erre voltam kíváncsi, hogy ezek mindegyike adta ezt a kort. És most, hogyha...
Oké, hogyan lehet azt triggerelni, hogy ha egy picit megnyomom, nem eszi meg rögtön. A lefelével füttyögök. Ezzel ugye konkrétan választ. Igen. De ezzel hiába megyek jobbra, meg balra, nem hílel be. Szerintem akkor továbbra is csak innen lehet hílelni. Nagyon szépek a színek, miért nem tudják megcsinálni, hogy handheld módban 1080p-t tudjon. Mennyi most egyébként az OLED-es switchnek a handheld felbontása? És nézzétek, ebből a menüből is lehet most már végre droppolni. Mindjárt botokkal nagyon jók vagyunk. Majdnem elment odáig. Kíváncsi voltam, hogyha mondjuk a madarat eltalálom, akkor meg tudom-e ölni. Amúgy nem erre kéne menni. Először menjünk arra, amit a map mond, hogy megkapjuk véglegesen a tutoriálnak az összes lépését, és akkor utána úgyis egy hatalmas open worldbe fogunk rohangálni. Totálisan szabadon. Addig meg kellene próbálni nem teljes mértékben eltévedni. Ez lehet, hogy nem segít. Elhasználjuk az összes tree branch-et. Pillanat. Állj! It's hammer time! Pillanat, csak nincsen annyi helyem, hogy ezt mind fölvegyem, gondolom. Oh! Mindjárt elhasználom ezeket a kicsiket. Long stick. Nice. Tehát most már van hosszú fegyverünk. A perrizés mivel volt, srácok? Nyilván nem tudom triggerelni. Ott vannak ilyen izék. Na hát... az nem viccel. De miért bántott engem, ha utána meg elszalad? Na mindegy, haladjunk.
Szerintem is az volt, hogy a pajzs, ha a kezembe volt, akkor tudtam nyomni valami gombot, amivel perizett. Amúgy el kellene kezdeni használni azokat a fegyvereket, amiket találok, mert mindig minden fegyvert megpróbálok tartogatni, aztán igazából sose kell. Na, és most akkor megmutatja a játék, hogy itt hogy lehet főzni. Jó. Ezt az elsőbe én hiányoltam. Vagy ott is megvolt, csak kimaradt nekem az info? Ott is volt így az elején, csak valamiért nekem nem rémlik. Na, itt van a fire to roast them. És akkor most azt mondhatom, hogy tessék, mondjuk select for recipe. Na nézzük, két gombával mit tudok csinálni. Far. Az nem jó, az nem jó. Jó, ez most mi? Drop vagy quit? Állj. Azt én állítom. Hát, figyelj, én saját példát tudok mondani. Én Switch-et nem a Zelda miatt vettem, én a Pokémon miatt. Nekem az a franchise, ami igazából amiatt vettem annó az összes Game Boy-t. Mindig azt a verziót, ami éppen kellett az új Pokémon játszásához. Gombázik az öreg. De nyomorult parfétortát sem lehetett? I encourage you to roast any ingredients that you have brought with you. De én az előbb megpróbáltam égetni kettő darab gombát, azt nem szerette, úgyhogy akkor legyen az egy. De itt megint az van, hogy far meg... Drop esetleg? Azt nem mondta, hogy így sül meg. What? De miért beledob? Ja, mert nincs üst, de hülye vagyok. Ez csak sima tűz. Igen, ahol meg voltam, az üst volt. Hamuva sült alma. Szerintetek megéri még venni konzolt, Switch-et? Mindenhonnan az folyik, hogy régi meg elavult. Bejelent tudni, nincs Nintendo. Figyelj, az a baj, hogy ez... A fő kérdés az, hogy mire kell neked. Tehát ha csak szeretnél egy handheld konzolt XY játékra, akkor meg kell nézni, hogy arra mi a legjobb. Nintendo Switch-et akkor érdemes venni, hogyha azok a címek, amik vannak rajta, legyen az exkluzív vagy nem exkluzív cím, az neked tetszik. Tehát ha például te sose Pokémonoznál, vagy sose Zeldáznál és Mariosznál, akkor nem, akkor Switch-et nem éri megvenni, hanem akkor vegyél mást. Na, mint érted, hogy mit mondok, hogyha te inkább ilyen Steam-es játékokkal szeretsz játszani, akkor ott van a Steam Deck. Vagy hogyha ugye alapvetően mondjuk a felhő alapú játékok, akkor arra ott van a Cloud, mint a Logitechnek a Cloudja, de ugye ezeken meg mondjuk nem elérhető a nyilván azok a címek, amik exkluzívak a Nintendónak. Ezt inkább innen közelítsd meg, hogy azok a játékok egyáltalán érdekelnek-e téged, ha igen, akkor viszont megéri.
Tűzön is süthetek, csak rá kell dobni a kaját. De várjál, hogyha tűzön is süthetek, csak rá kell dobni a kaját, azt mondod. Az akkor hogy néz úgy ki, hogy mondjuk én szeretnék egy levest csinálni? És akkor így rádobok egy almát, egy körtét, meg mondjuk krumplit, és abból hogy lesz akkor leves? Na, az már szép! Ott a shield, ez az. És egy rusty broadsword. Pillanat, csak csináljunk neki helyet. Nem vagyunk mi csövesek, nekünk az már nem kell. Na, ha ezt állandósítani tudnánk a kezünkbe, akkor annak örülnék. Ne preferáld ennyire a Lightot, mert a másik is vihető. A Lighttal viszont több játékot nem játszott, illetve a Joy-Con-okat nem tudod cserélni, ha gond van. Jó, nyilván megvan annak is az előnye. Könnyebb. Tehát, hogyha valaki folyton, tehát konkrétan folyton handheld módba használja, akkor nagyon jó. De amint mondjuk te szeretnéd azt dokkolni, azt hiszem azt ráadásul nem is lehet dokkolóra tenni. Tehát azt nem tudod kitenni például tévére, monitorra, stb. Ja, nekem nem lehet dokkolni, igen. Akkor jól emlékeztem, hogy annak az volt még a negatívuma. Lightot én tudod mikor vennék? Ha mondjuk az lenne, hogy a családban kettő van. Jó, ez nyilván egy ilyen nagyon luxus dolognak hangzik, hogy minek van két switch a családban, de érted? Tehát, hogyha másodiknak, az például tök jó. De csak úgy, hogy csak az az egy van, úgy nem. I'm sorry. I did not intend to startle you. De ki vagy? It was I that spoke to you earlier. Ő mentett meg. Originally belonged to me. Egy kecske. I am Rauru. Ő Rauru. Rauru a kecske. Forgive me for appearing to you in this manner. Jövő héten lesz Spencer. A stream elején elmondtam, hogy mi volt. Aha, ez a kéz elméletileg képessé tesz kinyitni az ajtót. Aha, és akkor most mondja el, hogy be kell mennünk valami különleges helyre, hogy újra aktiváljuk a kezünket. Shrines. Yes, I am sure they are the key. Ezek lesznek a shrine-ok, amikkel foglalkoznunk kell. Gondolom folyamatosan energiát fog tölteni a karunkba. És akkor így egyre erősebb lesz a bickó. Open. Na most már végre van ilyen menü. Ha, és akkor itt vannak a questek. Ez kell nekünk, The Closed Door, Find Princess Zelda. És akkor most ezzel trekkelem. Denied. Jó, látta. Jó, értem. Akkor megyek oda. Az loot? Nem, lootnak nem loot.
Ott egy robot. Azért kellene itt egyébként az elején minél többet fájtolnom, hogy minél hamarabb megszokjam a kontrollt így a fight során, meg az időzítéseket a különböző moboknál. Az mi? Arrow. De még nincs is íjam. Adjál íjat, légy szíves. Nem már, Rusty Sword badly damaged azonnal. De ott a bó. Ó, jó pörkölt főzést. Nem szemrehányóan mondtam, hogy az elején elmondtam, csak mondtam.